Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy aktuális szerelmi jóslás, ahol feltesszük a három fontos kérdést, mi az ő gondolata, mi az ő terve, hogyan érzi magát és mit fog tenni. Mielőtt kitérnék a kártyák értelmezésére, azért beszámolnék valamiről. Bizonyára Magyarországon is úgy van, mint itt Spanyolországban, illetve Mallorca szigetén, holott Mallorca az Spanyolországhoz tartozik, hogyha vizet vesztek, akkor annak a csavarját nem tudjuk most eltávolítani. Ez egy új európai törvény. Engem mindig zavart, hiszen nem lehet inni az üvegből, és most megsérült a kezem emiatt, már napok óta fáj. Úgy gondolkoztam azon, hogy miért fáj a kezem, így krémezgettem, mire rájöttem, hogy a csavartól, ahogy azt megpróbáltam lecsavarni, úgyhogy ott megsérült a kezem. Hát nekem nem tetszik ez a módszer, de leírhatjátok a véleményeteket a kommentárban, hogy jöttök ki ezzel a csavarral, hogy tetszik-e nektek ez a megoldás, igen vagy sem. Minden esetre nálam kiváltott itt fájdalmakat, de azért remélem, hogy a napokban majd javul, de legalább most már tudom, hogy mitől van. És most megnézzük az ő gondolatait, meg a terveit, ami középen itt felül és alul látható. Ha te egy hölgy vagy, akkor te jelensz meg itt a képen, és ő gondol rád. Itt a víz eleméről van szó, tehát érzelmekről. Ő szeret téged, de elvárja azt, hogy te is kimutasd az érzelmeidet. Itt a kezében megjelenik az egész világ. Lehet, hogy olyan boldog, hogy a legszívesebben átölelné az egész világot, de amit ez a kártya még jelenthet, külföldi kapcsolatok vagy utazás, lehet, hogy tervez veled egy utazást. Az érzelmeit itt bal oldalon látjuk. Kisüt a nap, megvilágít valamit. Például megvilágít téged. Láthatóvá tesz téged, ami azt jelenti, hogy szeretne látni téged. Amit a nap még jelent, az a valóság, hogy kiderül az igazság, vagy megbízhatsz benne, mert kimondja a valóságot, az igazságot. Itt a kép azt jelenti, hogy diplomatikusnak kell lennie, úton van, egy bizonyos irányba. Lehet, hogy úton van hozzád, de a kép azt jelenti, hogy nem szabad elsietni a dolgokat. Sőt, itt látható, hogy visszahúzódó. Vannak olyan pillanatok, amikor egyedül akar lenni, vagy magányosnak érzi magát. De túl sokáig várakozni, vagy várakoztatni téged, ez sem egy helyes döntés. És mit fog tenni, az itt látható, ugrik előre, mozgásba jön, de még bizonytalan, mert nem tudja, mi történik. Egy lépést előre, nem tudja, hogy ott van-e még a lába alatt a talaj, vagy esetleg lezuhan a mélybe. De te fogsz uralkodni a helyzet felett, hiszen ez a hölgy téged szimbolizál, mint uralkodónő, mint királynő, így tekint rád, megbecsül téged, és te fogod majd irányítani az eseményeket, hiszen ő nagyon bizonytalan. Az is lehet, hogy itt egy lépést előre megy, kettőt hátra. És megnézzük, hogy mit mutatnak még a képek. Itt változások lesznek, ez kihat a gondolataira, meg az ötleteire, másképp gondol rád,
vagy szeretne változtatni valamit. Itt a ház, az lehet a te otthonod, vagy az övé, ezek lehetnek családi kapcsolatok is, itt lesznek változások, ez lehet egy költözködés is. Az is előfordulhat, hogy tervezi azt, hogy veled összeköltözzön. Itt a kígyó jelenti a változásokat, a megújulásokat, de a gyógyító erőt is. Néha egy hölgyet, de mivel itt kisüt a nap, jó hatással van az eseményekre, ez lehet a gyógyító erő. Esetleg, ha ő betegeskedett, akkor most gyógyulás lesz. Ha ezen a területen dolgozik, akkor lesznek lehetőségek, hogy valami változzon pozitív irányba a munkahelyén. De ez lehet egy jó kapcsolat egy hölgyel is, ez lehet a anyukája, vagy a testvére, vagy egy kolléganő, de ez a nő nem árt nektek. Mivel a nap itt kisüt, ez jelentheti azt is, hogy itt egy szőke hajú nőről van szó. Ő ugyan visszahúzódik, de szeret téged. Megbízhatsz benne. Itt a könyv jelentheti a tudást, a tanulást, a továbbképzést. Lehet, hogy érdeklődik az egészségügyi témák iránt, és szeretne valamit olvasni vagy tanulni. De a könyv jelentheti az ő zárkózottságát is. Itt a háttérben megjelenik egy nő, de segít nektek. Lehet, hogy beszél vele és mondja, ne légy ilyen visszahúzódó, ne légy ilyen zárkózott, mutasd ki az érzelmeidet. Ez a bizonytalanság elmúlik, hiszen az egerek ezt eltávolítják. Ott, ahol az egerek megjelennek, felfalnak valamit, és akkor az nincs ott. Eltávolítják a félelmeket, a bizonytalanságokat. Itt a hold jelentheti az anyai témákat, de az éjszakát, az álmokat, a vágyakat, az elképzeléseket is, és itt mindkettőtöknél mély érzelmekről van szó. Itt lesz csevegés, vidámság, előre mennek a dolgok, beszélni akar veled. Az ő jelenlegi helyzete, valami bántja őt, vagy valaki megbántotta őt. Az is lehet, hogy voltak köztetek félreértések, és ezt szeretné tisztázni veled. A te jelenlegi helyzeted. Itt várható egy hír, vagy az is lehet, hogy ő vár arra, hogy írj neki, akkor ezt tedd meg. Ez a levél lehet egy irat is, hogy egy szerződés vagy egy dokumentum útban van hozzád. És ez volt az általános jóslás. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád és jelentkeznél a csatornámra. Köszönöm szépen! És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderá!